Ez rögtön érkezését követően mérkőzésen bizonyíthat. Amely elkezdődik ebben a pillanatban, és Haranen szerez korongot. Hányas számú mezben játszik a Gyergyónál. Első alkalommal igen, tehát Tamminen, és helyzet, és megvan a vezetés is. Vince Gergő talál a dunaújvárosi kapuba. Vince Péter, nem sikerült ott már lőni. Fejes, fejes lő, Kovács. Nem sokat láthatott ebből, mint ahogy ebből sem. Megvan a második, Szigeti. 2-0-ra vezet a Gyergyó. Vince Gergő után. 2 gólos gyergyói előny. Nagyon megnyomta ott a harmad kezdetét a Gyergyó. Ez volt a kulcsa ennek az első játékrésznek. És a helyzet kihasználása is jó volt a Gyergyónak, de most jó a vendégcsapatnak is. Megvan a szépítés. Vannak újvárosi szurkolók, eléggé nagy hangzavar csapnak itt Gyergyóban. Nagyon jót tesz ez a hangulatnak, de megvan a 2-1. 10 másodperc múlva ki fog egészülni a Gyergyó, egyetlen helyzetet sem tudott most ebben a forban kidolgozni az Újváros. Na lássuk most itt a végén, megvan a gól, megvan az egyenlítés. 2 másodperccel az emberelőny vége előtt. Ledolgozza 2 gólos hátrányát az Újváros, 2-2. Ezek szerint nem jött ki teljes terjedelmével a korong. Újabb lövő helyzet, Rinne kipattan és gól! 3-2-re vezet a Dunaújváros, 100%-os emberelőny kihasználás eddig. A második harmad 12. percében fordítani tudnak a vendégek, és ezt a harmadot eddig 2-0-ra viszi Mikko Eronen csapata. Bő 7,5 perc még a játék részből. Gól! 4-2 a Dunaújvárosnak, teljes rövid zárlat a Gyergyónál, és ezt ki is használja a dab. Valószínű nagyon érik egy időkérés a hazai gárdánál. Fejes, jaj de rossz! Ez egy szóló, és nagyban eldönthet sok mindent! És gól! És valószínű, hogy nagyban eldönt sok mindent. 5-2. Elsőre úgy tűnt, hogy el fog akadni ott Rinne mamutjában, de átcsúszott. 5-2-re vezet a Dunaújváros Gyergyó Szent Miklóson. Szilvesztre. Szép játék, gól. Vince. Vince középen hozzáér. És 5-3. Eddig mindkét csapat 100%-osan használja ki az emberelőnyeit. Vissza, és most lehet talán támadást építeni. Haranen. Szilvesztre felé. Szilvesztre. Nem tudta átvinni, de segítenek a társak. 1 perc 20 másodperc, és ahhoz, hogy a Gyergyónak még... Jelonen. Ahhoz, hogy a Gyergyónak keresni valója legyen, de nem lesz. Ahhoz itt most gólt kellett volna szereznie. 6-3-ra módosul az eredmény, és végképp eldől a 3 pont sorsa. Gyakorlatilag ebben a szezonban a papírformát el kell felejteni, hisz teljesen más bajnokság van, mint az elmúlt években. És ez nem feltétlenül rossz. Köszönöm szépen kollégáimnak, Kereszte Zoltánnak és Rokai Attilának a munkáját, önöknek a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.